Ürv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában, azon belül is a Mi Lett Velük című minisorozatom harmadik részében. A Mi velük című sorozatomban a 70-es, 80-as, 90-es évek kultikus sorozatait, filmjeit fogom bemutatni, amelyek az említett időszakban rendkívül sikeresek és ismertek voltak, jó magam is nagyon szerettem őket, és azt hiszem, napjainkban is több ezer, százezer, vagy akár millió ember is kellemes nosztalgiával gondol rájuk vissza. Egy ikonikus szereplő, egy történet, vagy egy minden mással összetéveszthetetlen főcím. Az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan zseniális mozgókép és folytatásos sorozat készült, amelyek sokunknak hiányoznak, és rettentően sajnáljuk, hogy hasonló filmek vagy sorozatok napjainkban már nem készülnek. A hangsúlyt leginkább a szereplőkre fektetem majd, a fő kérdés a következő. Mi lett velük? Mi lett azokkal a színészekkel, akik felejthetetlen pillanatokat okoztak nekünk a tévéképernyőn keresztül ezekben a sorozatokban? Az első részben a Farm, ahol élünk című klasszikus sorozatról volt szó, a második epizódban pedig egy Easy Vérig kifi széria került bemutatásra, a Sliders, és most, a harmadik részben az a széria kerül porondra, amelyet én a világ egyik legjobb sorozatának tartok, a top 10-ben mindenképpen benne van. Ez nem más, mint a harmadik műszak. Ha ismered a sorozatot, azért nézd meg a videót, ha nem, akkor azért, hát ha kedvet kapsz hozzá, mert szerintem a harmadik műszak senkinek sem fog csalódást okozni. Vessük bele magunkat New York forgatagába, merüljünk el a sötét utcákon a bűnben, tragédiákban és érzelmekben, ahol a harmadik műszak színészgárdája fog végig kalauzolni minket. Mi elkapjuk a pasas, de felmentik, mert flugos, és húsz évig fizethetjük az elmegyógyászati kezelését. Aztán valami pszichiáter úgy gondolja, hogy rendbe jött, és rendszeres gyógyszeres kezelés mellett valószínűleg nem lesz vele több probléma. Ezek után pedig szépen kiengedik. És aztán mi lesz? Nem szedi a dilibogyóit, elvágja a nagyanya torkát, és hetekig a hullával alszik, még az öreg szalinak eszébe nem jut ellenőrizni. Morris Boszkoráli örmester, harmadik műszak, Első évad, második rész. A harmadik műszak egy zseniális sorozat volt a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején, eredetileg 1999. szeptember 23- és 2005. május 6 között sugározta az NBC 6 évadon keresztül összesen 132 epizóddal. A szériában végigkövethettük a New Yorki 55-ös körzetben szolgálatot teljesítő rendőrök, mentősök és tűzoltók életét, milyen nehézségekkel szembesülnek nap mint nap, illetve alaposan megismerhettük magánéleti problémáikat és traumáikat is, amelyekben többek között fellelhető volt például az alkoholizmus vagy gyermekkori bántalmazás. A sorozat rendkívül realisztikus volt, sok esetben sötét hangulatú, többek között emiatt és egyéb érdekességek okán a harmadik műszak napjainkban is televíziós etalonnak számít. No de hogyan kezdődött a sorozat története? John Markenwell az amerikai producer, aki színházi színészként kezdte karrierjét. 1987-ben producerkedni kezdett, számos sorozatból kivette a részét alkotóként. 1994-ben pedig felkérték gyártásvezetőnek az NBC Emergency Room, rövidítve IR ER, Magyarul Vészhelyzet című sorozatban. A sorozat elképesztő sikert aratott, az orvosi drámát 95-ben emidíra is jelölték, összesen 23-ra, amelyből 8-at el is nyert. A széria 15 évadot élt meg, John Wells mindvégig a vészhelyzet vezető producere maradt, ez idő alatt a sorozat több epizódjának a történetét is ő írta. Történt azonban, hogy John Wells úgy érezte, mivel a vészhelyzet egyértelműen csak az orvosokra, ápolókra fókuszál, illene egy olyan sorozatot is készíteni, amely a mentősök mindennapjait mutatja be. El is kezdett epizódokat írni egy ilyen szériához, ám rájött, hogy nem tud csak a mentősökről egy több évados sorozatot elkészíteni úgy, hogy az ne váljon egy idő után egysíkúvá. Ekkor eszébe jutott, hogy színesíteni kellene az alapötletét nem habozott, felvette a kapcsolatot Ed Burneróval. Ed Burnero egy amerikai forgatókönyvíró, aki fiatal korában rendőrként dolgozott Chicagóban. Egy ízben volt egy közös munkája John wells egy rövid életű sorozatban, ahol a forgatás során jó viszonyba kerültek egymással. Wells megkérdezte Burnerót, volna a -e kedve társszerzőként elkészíteni vele egy mentősökről és rendőrökről szóló sorozatot. Börnerónak tetszett az ötlet, és mivel volt tapasztalata a nagyvárosi rendőrségek munkájáról, a rendőri jeleneteket el is kezdte megírni, majd hamarosan sor került a szereplők kiválasztására is. Kimondottan érdekes, hogy amint azt említettem, Vesz és Börnero egy rendőrökről és mentősökről szóló sorozat készítésébe vágott bele, ám ezt a castingon kibővítették, és a tűzoltókat is belevették. Ennek az volt az oka, hogy az egyik karakter Morris Boscorelli rendőrtiszt szerepére többen is jelentkeztek, például Eddie Sibrian színész is. A szerepet végül Jason Weiss nyerte el, ám Wellsnek és Burnerónak nagyon tetszett Eddie Sibrian játéka, ezért mindenképpen beleszerették volna tenni a sorozatba, ám ekkora már az összes mentős és rendőr karakter ki volt dolgozva, és a két producer nem akart még egy plusz szereplőt beszuszakolni közéjük. Ekkor Burneró megjegyezte, hogy ha már mentősök és rendőrök, akkor mindenképpen passzolna a műsorba egy tűzoltószál. Így lett Eddie Cibrian Jimmy Doherty tűzoltó, és lett átírva az egész alapötlet, immár a tűzoltókkal is kiegészülve. A sorozat a Tördvács, vagyis harmadik műszak címet kapta, ugyanis a szereplők a délután három és este 11 óra közötti műszakban, vagyis a harmadik műszakban teljesítenek szolgálatot. A sorozat teljes egészében New Yorkban forgott, és a történet szerint is ott játszódott a kitalált 55-ös körzetben. Kis érdekesség, hogy az 55-ös körzet épületét a szereplők gyakran azért hívják Camelotnak, mert az a King Street és az Arthur Street sarkán van, tehát az Arthur király szó összetétel miatt, hiszen Camelot a Camelot a legendás Artúr király ősi vára volt, nevezik az őrsöt Camelotnak. Azonban ez lehetetlen, hiszen a King Street Manhattanben, még az Arthur Street Queensben található. Valójában a körzet és a tűzoltóház, ahol a sorozat forgott, a Brooklyn híd közelében helyezkedik el. Szintén méltó, hogy mivel a sorozat nagy része az utcákon játszódik, szemfüles nézők egy-egy epizódban kiszúrhatták a kirakatüvegek visszatükröződéséből a forgatáson használt kamerákat. Wells és Burneró már a kezdetektől fogva elhatározták, hogy nem egy tündérmesét szeretnének a nagyértemű elé tárni, hanem bemutatni a nyers valóságot, így a sorozat rendkívül komoly társadalmi problémákkal foglalkozott rendőri korrupció, hatalommal való visszaélés, pedofília, nemi erőszak, orvosi műhibák, kábítószerkereskedelem, családon belüli erőszak, alkoholizmus, a maffia és utcai bandák térhódítása, vallási szekták, egy ízben még egy fiatal lányokra vadászó sorozatgyilkos is feltűnik az egyik történetszálban. A sorozat ebből fakadóan rendkívül naturalista volt, az epizódokban rendszeresen láthattak a nézők közlekedési balesetben szörnyet halt vagy agyonlőtt embereket, a beteg életéért küzdő zokogó mentősöket, brutális banda leszámolásokat, így a harmadik műszak úttörő lett, hiszen korábban egyetlen hasonló sorozatban sem mutattak véres és sokkoló eseményeket ennyire részletesen és valósághűen. Emiatt az első néhány epizód után több vallási szervezet is a sorozat betiltását követelte, azonban nem értek célt, ugyanis a harmadik műszakot már az első epizódtól kezdődően több tízmillió ember követte. A nézők egyszerűen imádták, és ha valaki meghallotta a harmadik műszak ikonikus főcímzenéjét, az garantáltan sosem felejti el többé. Biztos vagyok benne, hogy most ezekben a pillanatokban a fejedben elkezdted lejátszani a dallamot, már ha ismered a sorozatot. A harmadik műszak zenéje egyébként a The Crystal Method nevű elektronikus zenekar 1996-os Keep Hope Alive című száma volt. Kis érdekesség, hogy Wells és Burnero a sorozat legelső részében Fatboy Slim híres dalát, a Right Here Right Now-t használta fel, ám azt többet soha. A második résztől egészen a sorozat végéig a főcímben a Keep Hope Alive csendült fel. Kimondottan pozitívnak számított az is, hogy a szereplők nem voltak az úgynevezett jó vagy rossz kategóriába sorolhatóak, ahogyan infantilis filmek gyakran ábrázolják a feltűnő karaktereket. A harmadik műszak szereplői totálisan emberiek voltak, pozitív és negatív tulajdonságokkal, akiket munkájuk során rengeteg trauma ér, emellett pedig otthon szeretteik körében is meg kell állniuk a helyüket, ami gyakran nem sikerül. A kiválóan megalkotott karakterek mellett a sorozat hangulata is zseniális volt. Sokszor baljós, borongós, ám a nyomasztó jeleneteket sűrűn feldobta a mentősök, rendőrök és tűzoltók közötti idézőjeles viszálykodás, főleg a rendőrök és a tűzoltók között ment egymás ugratása, kigúnyolása. A leggyakrabban Boszkoráli rendőrtiszt és Jimmy Doherty tűzoltó vitáin lehetett jókat derülni. Mint a mellett a sorozat rendkívül jól visszaadta azt, hogy mi zajlik az utcákon, milyen aljas emberek vannak a földön, és hogy a társadalom általánosságban mit tart azokról a mentősökről, tűzoltókról vagy rendőrökről, akik sok esetben az életüket kockáztatják másokért. Figyelemreméltó, hogy a harmadik évadban a harmadik műszak Állist című epizódjában feltűnnek a Vészhelyzet című sorozat szereplői. Ez a történetszál szerepel a Vészhelyzet Brothers and Sisters című részében is. A harmadik műszak azzal is történelmet írt, hogy amikor megtörtént a New Yorki ikertornyok elleni terrorcselekmény 2001. szeptember 11-én, akkor a soron lévő epizódokat átütemezték, és forgattak egy három részből álló epizódot a hősök emléke, szeptember 10, vagyis a tragédia előtt és a tragédia után címmel. Az egyik epizódban példátlan módon olyan valódi tűzoltók, mentősök és rendőrök interjúit láthatták a nézők, akik szolgálatot teljesítettek a szeptember 11-ei események napján. Ez azért is volt egyedülálló, mert először fordult elő a sorozat televíziózás történetében, hogy a fikciós folyamot egy valós dokumentumfilm megszakította. Wells később elmondta erre azért volt szükség, mert szeptember 11-nél a legnagyobb szükség a mentősökre, tűzoltókra és rendőrökre volt, és mivel a harmadik műszak pont róluk szól, így hiteltelen lett volna a sorozat, ha ezt a tragédiát nem építik bele a szériába közvetlenül a megtörténte után. Szintén különlegessé teszi a sorozatot, hogy amikor a harmadik műszak forgatása elkezdődött, akkoriban indult az internet világszintű tömeges elterjedése. A sorozat elején még láthatunk klasszikus nyomógombos, kihajthatós telefonokat, míg az utolsó évadban már sokat fejlődött a technológia, és időnként megfigyelhetjük is, hogy egy-egy szereplő éppen küzdik az új technológia megtanulásával, legyen szó telefonról vagy számítógépről. A sorozat számos díjat nyert, köztük Emmit, Eszkepet és Pibadit, emellett rengeteg szereplőt is díjaztak külön-külön a sorozatban való hiteles és nagyszerű alakításukért. Tehát a sorozat nagy siker volt, jó a történet, hiteles karakterek, fantasztikus színészek. Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogy a sorozat miért ért véget 6 évad után, 2005. május 6-án. Nos, ennek több oka is van. A harmadik, negyedik évattól kezdődően a mentősök és tűzoltók történetszálai kisé háttérbe szorultak, és a rendőrök kaptak nagyobb teret. Ez amiatt történhetett, mert olyan fontos szereplők hagyták el a sorozatot, mint a Doki Bece nevű mentős alakító Michael Beach, a tűzoltó Doertit játszó Eddie Sibrian, vagy Kim Raver, aki Kim Zambrano mentős karakterét keltette életre. A színészek úgy érezték, karakterük nem fejlődik, ráadásul a színészgárda jelentős része nem New Yorkban élt, így a sorozat forgatása során rengeteget kellett utazniuk, távol voltak a családjuktól, ezért döntöttek úgy a fontosabb nem rendőr szereplők, hogy elhagyják a szériát. Ebből fakadóan a készítők nagyobb hangsúlyt fektettek a rendőrök, nyomozók munkájára, amit a nézők egy része azért nehezményezett, mert a harmadik műszak kisé egy rendőrsorozatra kezdett hajazni, tele akciójelenetekkel, és a maffia, illetve kábítószerkereskedő bandák elleni küzdelem kezdett dominálni. Ez szerintem amiatt érdekes, mert én a kezdetektől fogva úgy láttam, hogy a hangsúly mindvégig a rendőrökön volt, ezzel kapcsolatban majd írjátok meg a gondolataitokat. És hiába maradtak azok a kedvelt karakterek, akik az első évattól az utolsóig szerepeltek, mint például Boszkorelli, Jokász, Szalivel rendőrtisztek, vagy Károsz Nyetó mentős, a készítők úgy döntöttek, véget vetnek a sorozatnak, úgy gondolom a harmadik műszakban abszolút lett volna még potenciál. A tördvács első két évadát kiadták az Egyesült Államokban DVD formájában, ám sajnos a fennmaradó négy évad megjelenése még várat magára a licenz problémák miatt. Ugyanis annak idején az alkotók rengeteg olyan dalt használtak fel az epizódokban, amelyekhez nem feltétlenül volt megfelelő engedélyük. 2023-ban a Tubi streaming szolgáltatóra felkerült az összes évad, napjainkban pedig egy amerikai kábelhálózat, az HLN ismétli az egykoron sikeres szériát. Magyarországon az RTL Klubban futott, majd az ex en Itt fontos kiemelnem, hogy a magyar szinkron, mint általában, kiválóan remekelt e sorozat kapcsán is. A szereplők szinkronhangjai mind telitalálatok voltak, a sorozat ikonikus hangjai a teljesség igénye nélkül Bozsó Péter, Jakab Csaba, Takácsi Péter, Csere Ágnes, Kisfalvi Kristina, Vicián Otto, Lux Ádám vagy Baloganikó, és a sort napestig folytathatnám. Ez volt hát röviden a harmadik műszak története, és most lássuk, kik voltak a sorozat klasszikus szereplői, mi történt velük a sorozat előtt és után, illetve mi a helyzet velük napjainkban. Mivel a következő percekben rengeteg szereplőt fogok felsorolni, a könnyebb áttekinthetőség érdekében három részre fogom bontani a fejezetet, külön lesz egy a rendőrökről, mentősökről, tűzoltókról, és a hozzájuk köthető családtagokról, barátokról, barátnőkről. Számomra a legnagyobb kedvenc a sorozatban egyértelműen boszkoráli rendőrtiszt volt, akit a valóságban egy percig sem bírnék elviselni a környezetemben, de a TV képernyőn keresztül elképesztően jól lehetett szórakozni az olasz származású, forrófejű, gyakran idegeskedő és mindenkinek beszólogató boszkón, aki bár kiváló rendőr és szereti a munkáját, ám előfordul, hogy megszegi a szabályzatot, mert nem ért egyet a szerinte túlságosan engedékeny törvényekkel. Társa és jó barátja Fész Jokász rendőrtiszt, aki sokszor nehezen viseli el Boszkó természetét, ám ennek ellenére mindig segítik egymást, és gyakran elképesztően komoly veszedelmekbe sodródnak együtt. Boszkó számos traumát cipel magával, apja rendszeresen verte édesanyját, öcse pedig drogfüggő, aki már a börtönt is megjárta. Morris Boszkor Jason Wise színész keltette életre a sorozatban. Jason Austin Weiss 1970. április 25-én született Kansas City-ben, tanulmányai után több munkát is kipróbált, 1990-ben kezdett erősen érdeklődni a színészet iránt, amikor kapott egy statiszta szerepet a Mr. és Mrs. Bridge című drámában, ezután szintén statisztaként feltűnt a 91-ben készült, néha visszatérnek című filmben, amely egy Stephen King novella alapján készült. Ez idő alatt értékes kapcsolatokra tett szert, Los Angelesbe költözött, ahol reklámszínész lett, 94-ben egy filmszerepet is kapott, a következő évben pedig feltűnt az akkor népszerű sorozatban, a Beverly Hills 9210-ben, ekkor országos ismertséget szerzett, ebből fakadóan 99-ben sikerült is elnyernie Boszkó szerepét a harmadik műszakban. Karaktere szinte az első pillanattól kezdődően a sorozat alapkövévé vált. A nézők azonnal megkedvelték a mindenen bosszankodó Boszkót, karakterének története is jól lett megírva, Boszkó számos családi drámát él át, miközben bűnözőkkel, gyilkosokkal vagy éppen a maffiával hadakozik. Jason Weiss is kedvelte a szerepet, az összes évadban feltűnt, így karaktere mindig csatlakozott a sorozat valamelyik főszálához. Kis érdekesség, hogy a színész elárulta egy ízben, miszerint sokáig nem szimpatizált a rendőrökkel, sőt, utálta őket, ám a sorozat hatására ez valamennyire megváltozott. Weiss a harmadik műszak forgatása során kezdett el komolyabban érdeklődni a színház iránt, számos színházi darabban játszott a sorozat mellett párhuzamosan, miután a törtbács véget ért, dolgozni kezdett saját független filmjén a Lenexa Van Mile című alkotáson. Bár hollywoodi nemzetközi szupersztár nem lett, Weiss napjainkban is színészként, rendezőként és forgatókönyvíróként tevékenykedik, szerepelt a 2007-es Zodiákus című alkotásban, a Criminal Minds TV sorozatban, vagy éppen a Stepfather című 2009-es horrorfilmben. 1996-ban házasodott meg, feleségétől Joántól két gyermeke született, 2001-ben lánya, Georgia, 2004-ben pedig fia, Willie Jason Wise a pár 2014 októberében elvált. A sorozatban visszatérő szereplőként gyakran feltűntek Boszkó családtagjai, édesanyja Rose Boscorelli, apja Anthony, ötse pedig Michael Boscorelli, akit rendszerint csak mikey szólítottak. Bár Baszkó mindig is egy szeretetteljes családról álmodott, familiája meglehetősen zűrös, édesanyja alkoholista, apja egy bántalmazó, Miki pedig kábítószerkereskedő, akit a szériában brutálisan meggyilkolnak. Ez talán az egyik legmegrázóbb, Boszkót érintő történet száll. Rószt az 1951-es születésű Patricia Darben volt játszotta, a hölgy a 60-as években kezdett színészkedni, számos amerikai és francia filmben játszott, főleg Andy Warhol producer alkotásaiban, 48 éves volt, amikor elnyerte Bosco édesanyjának a szerepét. Patricia háromszor házasodott és vált el, négy gyermeke született. Egyik gyermekének, Jesse Johnsonnak az apja az ismert színész Don Johnson, akivel 1981 és 86 között volt kapcsolatban. Patricia napjainkban is aktív, 2018 és 20 között szerepelt a Billionaires címet viselő drámasorozatban. Boszkó apját Vincent Kuratóla keltette életre, a férfi 1953-ban született New Jersey-ben, fiatalkorában újságkihordóként dolgozott, majd zenekart alapított Young Republic néven, az együttes gyakran lépett fel Manhattanben és környékén később építőipari vállalkozóként kezdett dolgozni, kimondottan érdekes, de kuratóla meglehetősen későn, 39 évesen lépett színészi pályára, főleg sorozat szerepekben tűnt fel, úgy, mint például a harmadik műszakban. Ám igazán ismert színész akkor lett, amikor a sikeres mafiózók sorozatban eljátszotta Johnny Szekket, a veszedelmes maffia vezért. Kuratóla 2007-ben nősült meg, egyetlen gyermeke született, napjainkban egy New Yorki színész iskolában tanít. Bár a Mikit alakító Charlie Day hazánkban alig ismert, az Egyesült Államokban igazi sztárnak számít. Charles Peckham Day 1976-ban látta meg a napvilágot New Yorkban, Bronxban, karrierje elején kisebb sorozat szerepekben, reklámokban tűnt fel, a 2000-es évek elején viszont vendégszerepelhetett a harmadik műszakban, ezáltal országszerte ismerté vált, és 2005-től kezdve számos filmszerepet kapott, több mint két tucat filmben, illetve 15 sorozatban bukkant fel, emellett stand up is foglalkozik. 2006-ban házasodott össze Mary Elizabeth Ellis színésznővel, a párnak Egyetlen gyermeke született. Fész Jokász születési nevén Mitchell karaktere szintén számos traumát cipel magával. Fész igyekszik helytállni rendőri munkájában és otthonában is, mint szerető családanya, ám ez a legtöbbször nem jön össze, ez pedig folyamatos feszültséget generál családja körében. Fész rengeteget vitatkozik, főleg férjével, Freddel és lányával, Emilivel, aki már tizenévesen kénytelen felnőttként viselkedni, főzni, bevásárolni és vigyázni öccsére, Charlie-ra, hiszen édesanyja alig tartó Fészt ez rendkívül bántja, ám elkötelezettsége miatt mégis előfordul, hogy szerettei helyett a munkáját választja, később azonban mindig ostorozza magát helytelen döntései miatt. Fész jokászt Molly Price játszotta a szériában. Molly Price 1966. december 15-én született North Plainfieldben, és miután lediplomázott a Rutgers Egyetemen, a színészet felé fordult. Molly Price kimondottan sorozatszínész, rengeteg sorozatban feltűnt, köztük a Sex és New Yorkban is Kerry Bradshaw barátnőjeként, ám legismertebb szerepe egyértelműen a harmadik műszakban volt Face Jokászként, hiába tűnt fel később más filmekben, napjainkban is fész szerepével azonosítják, ami nem is véletlen, mert fantasztikus alakít nyújtott, karaktere egyszerre volt kemény és esendő, ráadásul könnyű volt vele azonosulni, hiszen az ember gyakran tapasztalja, hogy sokszor tényleg nehéz az egyensúlyt megtartani a munka és a magánélet között. Molly Price férje Derek Kelly, aki mellékszereplőként tűzoltóként tűnt fel a harmadik műszakban. A pár 2001. októberében házasodott össze, és kimondottan érdekes, de Derek Kelly a valóságban is tűzoltóként dolgozik, ezért a karaktere nem kapott fiktív nevet, Derek a saját nevén szerepelt a sorozatban. A harmadik műszak ötödik évadában Molly Price alig szerepelt, hiszen terhes volt férjétől. A sorozatban azzal magyarázták távol létét, hogy megsérült egy lövöldözésben, és otthonában lábadozik. Fész Jokász családi életét a nő munkája, férje alkoholizmusa, illetve lázadóvá váló tinédzser lánya állítja a fejeteteire. Férje Fred, lánya Emily, kisfia pedig Charles. Fred Jokast Chris Bauer színész alakította, az 1966-ban született német és ír származású férfi is igazi sorozatszínész. A 80-as évek végétől kezdődően rengeteg kisebb, nagyobb szerepet kapott, több mint 40 filmben szerepelt, köztük a világhírű az ördög ügyvédjében, ő játsza benne a pervers tanárt, akit Kevin Lomax véd. Legismertebb sorozatszerepe pedig egyértelműen a harmadik műszakban volt Fred Jokászként. 97-ben vett el egy Laura Bauer nevű hölgyet, a pár napjainkban is együtt él, két gyermekük született. Emily Jokász karakterét az első, második és harmadik évadban egy P.G. Morrison nevű kislány játszotta, a negyedik évadtól a szerepet Bonnie Denison vette át. Bonnie 1989-ben született, négy sorozatban tűnt fel, mielőtt szerepelt a harmadik műszakban három teljes évadonát. A sorozatban rendkívül sok elképesztő esemény történik vele, például túlszul egy bankban, egy ízben túladagolja magát, az utolsó évadban pedig egy vámpir szekta karmai közé kerül. Miután a tört bacs véget ért, felbukkant még néhány filmben és sorozatban, ám átütő sikert egyetlen szerepével sem ott. Charlie Jokászt a 92-es születésű Jeremy Bergman keltette életre, aki már három évesen feltűnt különböző reklámokban, hat évesen pedig már játszott a Dudley Do Right című filmben Brandon Fraser oldalán. Öt évadon keresztül alakította Charlie Jokászt a harmadik műszakban, napjainkban a broadway játszik, és nagy sportrajongó, teniszezik, baseballozik és hokizik. John Sullivan az igazi, klasszikus amerikai rendőrjárőr. Túlsúlyos, nem feltétlenül van odáig az űrös napokért, jobban szereti a nyugalmat, több epizódban is láthatjuk hamburgert vagy fánkot enni, ám emellett szorgalmasan végzi munkáját, ahogy a szabályzat előírja, ő az 55-ös körzet vérókája. Sullivan élete meglehetősen egysíkú, dolgozik, szabadidejében pedig keresztrejtvényt fejt és tévézik. A sorozat szerint 2001. októberében Sullivan megnősül, ám nejéről súlyos titkok derülnek ki. Ráadásul Sally is, ahogy mindenki becézi, egy igen komoly korrupciós és gyilkossági ügybe keveredett évekkel korábban, amely végigkísérti az egész életét. John Sullivan Skip Sadett színész formálta meg. Robert Lee Skip Sadet 1956. augusztus 23-án született Massachusetts-ben, a férfi 1985-ben a Virginia Egyetemen szerzett mesterfokozatot színészetből. Skip karrierjét a színházban kezdte, rengeteg színdarabban megfordult, ezt követték kisebb filmes szerepek, ezek közül talán a legismertebb a 95-ös Ronin című film, amelyben Robert De Niro oldalán játszott. 1999-ben nyerte el Sullivan szerepét a Tört Vácsban, amely máig az egyik legismertebb alakítása, szinte hihetetlen, de Száli karaktere annyira összenőtt a sorozattal, hogy sok néző azt hitte, hogy amit lát, az a valóság. Így történt, hogy Skip Szedettel kapcsolatban elindult egy petíció, miszerint őt válasszák meg az évrendőrének. Bár a petíció tréfának indult, sokan komolyan vették, és Szadetnak el kellett magyaráznia, hogy ő valójában nem rendőr. Skip Szadet napjainkban is aktív, sorozatokban, filmekben szerepel, emellett énekes-dalszerzőként is ténkedik, a 90-es években és a 2000-es évek elején még egy saját rockbandája is volt, amelyel három albumot rögzített. Tatyana Desenko talán a sorozat egyik legaranyosabb karaktere volt, rendkívül kedves és gondoskodó hölgy, aki azonban sötét foltot rejtegetett a múltjában. Tatyana ukrán bevándorló, aki Natasa álnéven az orosz maffiának dolgozott, ám miután megszületett fia, Szergej, egészen az Egyesült Államokig menekült korábbi munkaadójától, Fyodor Shevchenko-tól, akit az ismert színész Roy Scheider keltett életre a szériában. Tatjana eleinte érdekből házasodik össze Szalival, hogy védelmet kapjon a rendőrségtől, végül az egész ügy egy súlyos tragédiába és leszámolásba torkollik. Tatjana Savanna Hask 1977-es születésű színésznő alakította, aki leginkább a harmadik műszakban való szerepléséről ismert, csupán hat filmben bukkant fel és három sorozatban a tördvást is beleértve, napjainkban színházban játszik és írással foglalkozik. Táj Davis a sorozat újonca, aki nemrég végezte el az akadémiát. Lelkiismeretes és jó rendőr, akit azonban kísért, hogy szintén rendőr édesapja gyilkosság áldozata lett, ezért önhatalmulag nyomozásba kezd, ám a szálak igen magas rangú rendőrökig vezetnek, és táj teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy társa és jó barátja Szaliven is tudott apja halálának körülményeiről és az apját körülölelő korrupciós ügyekről. Ty Davis jr Kobe Bell színész játszotta. Kobe Scott Bell 1975. május 11-én született egy fehér anya és fekete apa gyermekeként. A San Jose Állami Egyetemen kitűnően végzett, ezután a színészet felé fordult, és olyan sorozatokban kapott szerepet, mint a Vészhelyzet vagy a Buffy a vámpírvadász. Kobi eme szerepei után került be az induló harmadik műszakba, egyike volt annak az öt eredeti stábtagnak, akik mind a teljes hat évadon keresztül szerepeltek a szériában. A Third Watch megszűnésekor a Half and Half vígjáték sorozatban folytatta munkáját, majd producerként is kipróbálta magát, napjainkban is több sorozatban szerepel, emellett egy regi zenekarban zenél, és hátrányos helyzetű fiataloknak segít a Big Brothers of America non-profit szervezetnél. Kobibel nős négy gyermeke született. Marica Cruz, vagyis Cruz hadnagy a sorozat egyik legnegatívabb szereplője, amellett, hogy igen erőszakos, egyik bevált módszere, hogy információkért cserébe kábítószerrel látja el a besugóit. A módszereik miatt Boszkóval megkedvelik egymást, ami végül igencsak kaotikussá változtatja Boszkó és Fész kapcsolatát. Azonban idővel kiderül, hogy Krúz hadnagy egy nemes lélek, és amit az utolsó részben tett, azzal minden korábbi aljasságát úgymond semmisítette. Marica cruz Tia Texada formálta meg. Tia Texada 1971. december 14-én született louisiana első filmes szerepét 93-ban kapta, 96-ban pedig szerepelt a híres rendező Quentin Tarantino filmjében, az Alkonyattól Pirkadatikban, illetve ebben az évben került be a Malibu-i Szívtiprók címet viselő szappanoperába, ahol 10 éven keresztül szerepelt. Ezután olyan színészek oldalán tűnt fel filmekben, mint René Zellweger vagy Jamie Fox. 2002-ben szerepelt a Fülke című mozgóképben Colin Farrell-el és Forrest Whitakerrel. Ekkor válogatták be a harmadik műszakba Krúzhad nagy szerepére a sorozat megszűnése után folytatta színészi munkáját, több filmben és sorozatban is felbukkant, úgy mint a CSI Miami helyszínelők, a Gyilkos Elmék, illetve a 2012-es a Csodálatos Pókember, ám az emberek nagy többsége napjainkban is a kemény, sokszor rosszindulatú, ám traumákkal terhelt, nagyként emlékszik rá. Joe Lishy, amerikai színész játszotta el 5 évadon keresztül az 55-ös körzet rendőrkapitányát, Robert Sversky hadnagyot, aki bár igen szigorú volt, az emberei mellett mindig kiállt teljes merszélességgel. Kimondottan érdekes, de Joe Lishy a 60-as évek végétől egészen a 90-es évek elejéig valóban a New Yorki rendőrkapitányságon szolgált, ahonnan 24 év után kapitányi ranggal vonult nyugdíjba ám nyugdíjasként nem találta a helyét, ezért színészetet kezdett tanulni, 52 éves volt, amikor debütált a broadway majd televíziós szerepekben is kipróbálta magát, így került valós rendőri tapasztalatából fakadóan a harmadik műszakba, illetve a Mafiózók című sorozatba, ahol egy Dick Baron nevű gangstert alakít. Sasha Monroe karaktere az ötödik évadban tűnt fel, aki valójában egy nyomozó volt, és azt a feladatot kapta, hogy tárja fel Marica Cruz hadnagy piszkos ügyeit. Sasha Monroe-t Nia Long színésznő keltette életre, az 1970-es születésű színésznő ekkor már ismert volt filmes körökben, ugyanis számos afroamerikai moziban szerepelt, a harmadik műszak után sorra kapta a filmes és sorozat szerepeket, a szakma számos díjjal értékelte színészetét. Nia Longnak két gyermeke született. Igen fontos szerepe volt az utolsó évadban feltűnő Brandon Finneynek, akinek apja Kettől Finney kapitány, aki rengeteg korrupciós ügyben részt vett, és ő ölette meg táj édesapját is. Brandon ezekről mit sem tud, és igyekszik jó rendőr lenni, hogy megfeleljen szigorú apja elvárásainak. Brandon Joshua Stewart játszotta, aki leginkább televíziós sorozatokból ismert, főleg a harmadik műszakból, de feltűnt a 2012-es nagy sikerű a Sötét Lovag felemelkedés című filmben is. Josh Stewart 2019-ben nősült meg Alexa Davalossal, egyetlen gyermeke született, Ryan Justin Stewart. Nem kétséges, hogy a harmadik műszak egyik legikonikusabb szereplője Monty Parker, akit mindenki csak dokinak becéz, holott a férfinak nincs is orvosi képesítése, egyszerűen csak kiválóan ért ahhoz, amit csinál, az pedig a mentőzés. Az 55-ös körzetben őt tartják New York legjobb mentősének. Társa Carlos Neto, akivel meglehetősen ellentétes karakterek, ez sok drámát, ám de mulatságos pillanatot is előidéz. Doki öt évadon keresztül szerepelt a sorozatban, az ő története az egyik legtragikusabb, ugyanis az átélt borzalmak hatására, amiket mentősként látott, szó szerint megtébolyodik és egy végzetes lépésre szállja el magát. Monty Parker szerepében Michael Beach-et láthattuk. A színész 1963. október 30-án született Ráksböri városában, a 80-as években kezdett színészkedéssel foglalkozni, ám főleg mellékszerepeket kapott különböző sorozatokban, illetve filmekben. Az áttörés 95-ben következett be amikor színészi játékára felfigyeltek a Wading to Exhale című filmben, ezután rengeteg felkérést kapott, három évadon keresztül szerepelt a vészhelyzetben, majd megkapta Doki szerepét a harmadik műszakban. Michael Beach elmesélte, hogy kimondottan élvezte a forgatást, viszont később ő is úgy járt, mint Skip Sadett kollégája, ugyanis arca annyira összeforta mentőzéssel, hogy egyes nézők azt hitték, Beach a valóságban is mentős. Állítása szerint élete során több ezerszer kértek tőle orvosi tanácsot, előfordult, hogy bevásárlás közben egy áruházban szólította le egy korábbi harmadik műszaknéző egy orvosi ügyben. Michael Beach 1990-ben nősült, négy gyermeke született, 2006-ban elvált, a következő évben egy Elisa Viazon nevű hölgyel kötötte össze az életét. Bár nem lett mindenki által ismert szuperstár, Michael Beach az elmúlt 40 évben rengeteg ismert színésszel dolgozott együtt, egy interjúban elmondta, hálás azért, hogy még ennyi idő után is ezzel foglalkozhat. Carlos Nyetó a sorozat egyik legszórakoztatóbb szereplője, aki valóságos macsónak hiszi magát, ám kevés sikere van a nőknél, sokszor bunkó stílusa miatt pedig nehezen alakít ki mélyebb kapcsolatokat, és Dokival is állandóan feszültség van köztük, ám idővel jó barátok lesznek. Carlos Árva családjáról semmit sem tud, később azonban megpróbálja kideríteni, kik lehetnek a szülei, és élnek-e még egyáltalán. Carlos Nyetót Anthony Ruivivár alakította a filipínó amerikai színész 1970. november 4-én látta meg a napvilágot Havain. A 90-es években bukkant fel először olyan filmekben, mint a Race the Sun vagy a Starship Troopers, ám számára az áttörést a harmadik műszak jelentette. A sorozat után főleg drámákban kapott szerepeket, a legtöbbször nyomozót vagy FBI ügynököt alakított. Carlos karaktere kapcsolatot alakít ki, és össze is házasodik a spiritualitás iránt érdeklődő Halli Levinnel, aki mentősként tűnik fel a harmadik műszak ötödik és hatodik évadában. Ez azért is kimondottan érdekes, mert Anthony és a Halit alakító Yvonne Yang a valóságban is egy párt alkottak, sőt 98-tól kezdve már házasok is voltak, az évek során három gyermekük született, napjainkban is együtt élnek New Yorkban, és mind a ketten továbbra is színészettel foglalkoznak. Kim Zambrano egy meglehetősen labilis karakter, a mentősként dolgozó nő volt férje, Jimmy Doherty a tűzoltóságon dolgozik, Kim pedig egyedül neveli közös fiúkat, joy -t. Kimnek feszült a viszonya a Jimmyvel, aki alig segít be a gyereknevelésben, ráadásul Kim depresszióba esik, miután egyik legjobb barátját és egyben mentős társát, Bobit a szeme láttára gyilkolja meg Bobby kábítószer függő gyermekkori barátja. A mentős lányt Kim Raver színésznő keltette életre. Kim Raver 1969. március 15-én született New Yorkban, színészi karrierjét gyereksztárként kezdte a Szezám utcában, ezután különböző reklámokban bukkant fel. A 90-es években színházi szerepeiről lett ismert a broadway -n. majd egyik legfőbb szereplő lett a harmadik műszakban, amelyben minden évadban játszott, azonban a sorozatot a hatodik évad első epizódja után otthagyta, részint mert a rengeteg munkáját nem tudta összeegyeztetni a szériával. Ráadásul megkapta Audrey Rain szerepét a 24 című sorozatban, és Kim inkább azt a szerepet választotta. Kim Raver napjainkban is aktív színész, feltűnt a Grace Klinika című sorozatban is, de 96-ban olyan nagynevű színészek mellett szerepelt a Minden gyanú felett eredeti címén City Hall című filmben, mint Al Pacino vagy John Cusack. A színésznő 2000 óta házas Manuel Boyer rendezővel, a párnak két gyermeke született. A mentős Bobby Kefi alakja a harmadik műszak első és második évadában szerepelt, a fiatalember élete is tragédiákkal teli. Apja még gyerekkorában elhagyta őt és családját, Meti kábítószerfüggő lett és legjobb barátja, Póli Fuentes is, aki később önkívületi állapotában meggyilkolja a neki segíteni akaró Bobit. Bobby a sorozat egyik legkedvesebb, legsegítőkészebb sráca volt, aki gyakran segített a környéken élő rászorulóknak. Bobit Bobby Cannavale színész játszotta el a képernyőn. Kanavale 1970. május 3-án látta meg a napvilágot, már az általános iskolában rájött, hogy színészettel szeretne foglalkozni, játszott különböző iskolai színi előadásokban, 20 éves korában pedig hivatásos színészi képzettség nélkül vágott bele a showbizniszbe, és 99-ben feltűnt a Csongyújtő című filmben a zseniális Denzel Washington oldalán, ám karrierjét mégis a nem sokkal ezután megszerzett harmadik műszakbeli szereplése indította be. A kritikusok nagyon dicsőségek, a sorozatbeli színészi játékát kis érdekesség, hogy Kanavele, mielőtt még elkezdődött a forgatás, két hónapig tanult valódi mentősöktől arról, hogy bizonyos esetekben hogyan viselkedik egy mentős, és elsajátított néhány alapvető formulát is a segítségnyújtással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a nézők imádták, és a sorozat alkotói is elégedettek voltak vele, Canavale a második évad végén maga kérte, hogy írják ki a sorozatból, ugyanis állítása szerint úgy érezte, karaktere nem fejlődik sehová. A férfi napjainkban is aktív színész, darabokban, sorozatokban, filmekben játszik, legutóbb felbukkant a The Watcher sorozatban, a Bebkis vígjáték szériában, és nemrég fejezte be a forgatást a Blue Moon című hamarosan megjelenő filmben. Kanavale egyszer nősült, ebből a kapcsolatából egy fia született, miután 2003-ban elvált, 2012-ben kapcsolatot alakított ki Roseburn színésznővel, a párnak két gyermeke született. Jimmy Doherty a Third Watch ügyeletes rossz fiúja volt, aki bár kiváló tűzoltó, magánéletében szinte csak erkölcsileg megkérdőjelezhető dolgokat tesz, volt feleségét, Kimet Kim saját húgával csalta meg, illetve tűzoltótársának és állítólagos jó barátjának, Lombardónak is lefekszik a menyasszonyával elképesztő módon pont a pár eljegyzési partiján. Ha ez nem volna elég, Jimmy a szerencsejátékban is elmerült, rengeteg adóságot halmozott fel, emiatt többször keresik fel rossz arcú alakok, akik egy ízben éppen akkor verik el Jimmy-t, amikor az kettesben van fiával. A nőcsábász és Link Jimmy Doertit Eddie Sibrien formálta meg. A férfi 1973. június 16-án született Kaliforniában, a színész kubai származású, szülei Fidel Castro 1959-es hatalomra kerülése után vándoroltak be az Egyesült Államokba. Cibrián színészi karrierje hasonlóan indult, mint Törd Vácsbeli társaié. Gyerekként vonzani kezdte a színészet, így a 90-es évektől kezdve több sorozatban is feltűnt. Egyértelműen neki is Jimmy Doherty a legismertebb szerepe, a harmadik műszakban egészen 2004-ig játszott, amikor egyrészt megunta az ingázást, másrészt Bobbyhoz hasonlóan ő is úgy érezte, karaktere ellaposodott, és folyamatosan a sorozat beli volt feleségével, a Kimmel való viszályok teszik ki az ő történet szálait. A sorozat utolsó évadának utolsó részében azonban Kim -e egyetemben ő is feltűnt még utoljára. Eddie Cibrien napjainkban is aktív, folyamatosan szerepel különböző filmes alkotásokban, ám igazán átütő szerepet nem sikerült megnyernie, általában mellékszerepeket osztanak rá. Kimondottan ironikus, de Eddie Cibrian valós személyisége némileg hasonlít az általa eljátszott Jimmy doherty éhoz ugyanis 2001-ben elvette Brandy Glassville modellt, akitől két gyermeke született, ám Brandy 2009-ben benyújtotta a vállókeresetet, mert kiderült, hogy Cibrian megcsalta őt Leah Rimes country énekessel. Cibrian 2011-ben feleségül vette Rimes-t, reméljük, őt nem fogja megcsalni. A sorozatban szereplő többi tűzoltó, bár szerves részét képezték az eseményeknek, inkább csak mellékszerepekben tűntek fel, Alex Taylor karakterét kivéve. Alex Taylor a második évadban tűnt fel, és egészen a negyedik évadig szerepelt, ő amolyan kettős ember volt, ugyanis mentősként és tűzoltóként is dolgozott az 55-ös körzetben. Alex inkább fiús alkat, díjazza az alpári poénokat és egymás ugratásait a tűzoltóságon. Alex taylor Amy Carson színésznő alakította, a hölgy 1968-ban született tanárszülők gyermekeként. Első színészi munkája a 86-os Lucas című filmben volt Charlie Sheen és Winona Ryder oldalán, majd egy képzési központban improvizációt tanult, a 90-es években pedig ismert sorozatszínész lett, több mint egy tucat filmben kapott szerepet, illetve 32 sorozatban. Amy napjainkban New Yorkban él férjével, Sid Butler zenésszel és két gyermekével. Az egyik a sorozatban gyakran feltűnő tűzoltó Joe Lombardo volt, akit egy Nick Sando nevű színész keltett életre. A 66-os születésű Sando kimondottan karakterszínész, 44 filmben bukkant fel mellékszereplőként és számos sorozatban is. Egy másik gyakran feltűnő sorozatbéli tűzoltó Billy Walsh volt, aki meglepő módon saját magát játszotta a sorozatban. A férfi ugyanis hivatásos tűzoltó volt New Yorkban, amikor felkérték, hogy szerepeljen a harmadik műszakban. Bill saját nevét viselte a szériában, a tört vacson kívül egyetlen színészi munkája volt, amikor szintén tűzoltóként szerepelt a Szezám utca egyik epizódjában a tűzoltóság kapitányát Johnson hadnagyot egy John Michael Bolger nevű színész játszotta el, aki leginkább erről is ismert, bár két igen ismert filmben is kapott egy-egy rövidebb szerepet, az Al Pacino nevével fémjelzett Kárlító útjában, illetve az Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito főszereplésével készült Ikrek című filmben. Bolger napjainkban Manhattanben él, és időnként feltűnik amerikai sorozatokban egy-egy epizód erejéig. Ez hát röviden a harmadik műszak históriája és a főbb szereplők élettörténete. Annak ellenére, hogy jóformán egyik sorozat szereplő sem lett nemzetközi, hollywoodi szupersztár, az általuk megformált karakterek zseniálisak voltak, és örökké emlékezni fogunk hol derűs, hol tragikus kalandjaikra, amelyek a 2000-es évek elején több 10 millió embert szögeztek a képernyő elé. nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és a harmadik műszak című sorozatról. Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook és Instagram oldalt. Ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. Köszönöm a figyelmet, a következő videó hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!